Nem lehet kerti hulladékot és avalt égetni április 1-ig. Ezt önkormányzati rendelet szabályozza. Hogy mégis mikor lehet és hogyan, arról is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Ma van a Magyar Parasport napja, érzékenyítő programok várták a diákokat. Holnap emlékezik a város a kommunista diktatúra áldozataira. És 100 éves a városi könyvtár, várják a régi fényképeket. A Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják, jó estét kívánok! Nem lehet kerti hulladékot és avalt égetni április 1-ig, ezt önkormányzati rendelet szabályozza. Tehát bármennyire is enyhe az idő, lakóövezetben tilos például a fanyasedék vagy levél égetése még több mint egy hónapig. Most a szikkasztás ideje van, nyilatkozta híradónknak az öregszőlői városrész önkormányzati képviselője. Dr. Ferenci Norbert azt kérte, mindenki tartsa be a szabályokat. Szokatlanul enyhe a február. Itt az öreg szőlőben is tavaszra emlékeztet a látvány. Sok ingatlan tulajdonos csábíthat a jó idő arra, hogy elégesse a kerti hulladékot. Az öreg szőlői lakosok között a közösségi média egyik oldalán időről időre visszatérő téma, hogy szabad-e vagy sem eltüzelni a fanyesedékeket és a leveleket. Az önkormányzat rendeletben szabályozza a zöld hulladék égetést. Nem véletlenül egy időkorláthoz is köti a rendelet ezt az égetést, meg egy területi korláthoz is. Tehát csak lakóövezetben szabad ezt csinálni azért, mert a hatalmas agrárterületeken nem engedélyezzük, nem is engedélyezhetjük a kerti hulladék égetését. Azért lakóövezetben, mert az öreg szőlő az nem belterület, és korábban csak belterületen volt szabad ezt csinálni, és pont azon a részen nem engedtük, ahol a legtöbb kerti hulladék képződik. Az avar és a kerti hulladék égetésére az önkormányzati rendelet értelmében április 1-e és november 30-a között van lehetőség, és ebben az időszakban is csak a megjelölt napokon és időintervallumban. A körzet önkormányzati képviselője kéri az öreg szőlőben élőket is, bármennyire is csalogató az időjárás az égetésre, egyelőre ne tegyék. A levelek még nedvesek, tehát nem szabad a szomszédokat azzal zavarni, hogy a nedves leveleket elégetjük, kiváló az időjárás arra, hogy elszikkasszuk a megnedvesedett és ősszel lehullott leveleket, hogyha akkor nem tüzeltük el, akkor volt rá lehetőség, ugye november 30-ig, hogyha ezt valaki nem végezte el, most szikkasztására van lehetőség ezeknek a hulladékoknak, és elégetni nem tudja csak április 1-e után. Az avar és a kerti hulladék égetésének komoly szabályai vannak. Egyrészt tűzvédelmi szempontból, másrészt pedig, hogy ne zavarjuk a szomszédokat, tette hozzá dr. Ferenci Norbert. Nagyon figyeljünk ezekre a szabályokra, mert nem szabad füstött pernyét képző módon csinálni, éppen azért, hogy a szomszédot indokolatlanul ne zavarjuk. Az is elő van írva, hogy a szomszéd telekhatárától 10 méteren belül nem lehet meggyújtani, saját épületem 5 méter távolságot kell tartani. A képviselő elmondta továbbá, a DTKH továbbra is ingyenesen szállítja el a lakóingatlanoktól a zöld hulladékot, ami az égetés helyett egy jó alternatíva, és érdemes is élni ezzel a kedvező lehetőséggel. És ugyancsak jó ősrégi és környezetkímélő módszer, a komposztálás. Ma van a Magyar Parasport napja, ebből az alkalomból több ceglédi iskolában is érzékenyítő programok várták a diákokat. A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában a gyerekek azt is kipróbálhatták, milyen kerekesszékben ülni és azzal közlekedni. Az önkormányzat ebből az alkalomból pályázatot is hirdetett, amelyik intézmény a legjobb programot állította össze, nyer. Az országgyűlés 2017. december 12-i ülésén egyhangulag megszavazta a Kulturális Bizottság 5 párti kezdeményezését. Hivatalosan is országos napja lett a magyar sportnak, a magyar parasportnak, a magyar diáksportnak és a módosító javaslat megszavazása után a magyar siketsportnak. A magyar parasport napját azóta minden évben február 22-én ünnepeljük. Az önkormányzat ebből az alkalomból pályázatot is hirdetett. Amelyik intézmény a legjobb programot állította össze, nyer. De az intézmények már magukkal a programokkal is nyerhettek, főként a diákok.
A Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában például a gyerekek ma a kerekesszékben élők mindennapjaiba kaptak egy kis betekintést. Ez egyben van fűzve, tulajdonképpen ez egy két szálon futó történet, egyben van fűzve a lelki napunkkal, mivel mi katolikus iskola révén minden nagy egyházi ünnepünk előtt tartunk lelki napot a gyerekeknek, és a parasport napját az érzékenyítő, a lelki tartalommal próbáljuk megtölteni, és a három helyszínen, illetve így a tornatermekben ki is próbálhatják a kerekesszéket, hogy milyen azzal közlekedni, milyen nehézségei vannak a kerekesszékben élőknek, és hogyan tudjuk mi befogadni őket és elfogadni az ő életüket. Tavaly Ceglir kiváló parasportolóit látták vendégül. Most pedig egy egykori vívó és egy jelenleg is versenyszerűen úszó vendég érkezett az iskolába. Anya és fia. Egy ritka genetikai betegség miatt a legkisebb rossz mozdulat vagy ütés is csonttörést okoz náluk. Kerekesszékben élik az életüket, ami így is teljes. Legalábbis erről árulkodott minden mondatuk, mosolyuk az előadás alatt. Természetesen a gyerekek kérdéseire is válaszoltak, és arról is meséltek, mire kíváncsiak mások. Szoktam én menni ovisokhoz is, ők azt kérdezik, hogy ebben alszol? Hát nem, azért ez nagyon-nagyon kényelmetlen lenne aludni. Az még érthető is, ha a legapróbbak ilyen kérdést tesznek fel, de sajnos az a tapasztalat, hogy sokszor még a felnőttek is meg tudják lepni őket. Például azzal, hogyan tud Soma úszni. A középiskolás fiú arról is őszintén beszélt, milyen kellemetlen meglepetéseket hoz a betegsége. Történt, hogy eltört az egyik lába, éjszaka. Egy rossz mozdulat is elég volt. Elindultak a kórházba autóval. És amikor szálltam be a kocsiba, ugye, mint ahogy édesanyám mondta, átülök székre, onnan a kocsiba, több lépés bonyolítom, én szeretem. Meg a jobbat is eltörtem sikeresen. Nagyon fontos a gyerekek érzékenyítése, fontos, hogy megismerjék a fogyatékkal élők életét, mondta Falsangné Bartus Mónika, akit arról is kérdeztünk, mit tapasztal, nyitottabbak vagyunk-e már mi, többiek, akik nem kerekesszékben élünk. Én nagyon-nagyon pozitívan látom a világot, és úgy látom, hogy igen, azért nyitunk. Nagyon fontos ugye az integrált oktatás, az integráltan nevelés, hogy megszokják, megismerjék, és akkor már nem lesz furcsa, nem lesz más. Nagyon fontos az akadálymentesség, hiszen akkor tud az utcára kimenni egy kerekesszékes, hogyha megvannak a lehetőségek teremtve. De én úgy látom, hogy fejlődőképes a társadalom. Soma iskolája például jó példa arra, hogy meg lehet oldani, hogy kerekesszékkel élő diák is azt tanulhassa, amit szeretne, és ott, ahol szeretné. A gyerekek óriási figyelemmel hallgatták az előadást, és a legtöbben még a kerekesszéket is kipróbálták utána. Barnabás is így tett. Nekem minden tiszteletem, aki ilyen, ki így éli le az életét. Voltak kérdéseid? Amikor beültél ide az előadásra, akkor így gondolkodtál, hogy mi szíved szerint mit kérdeznél tőlük, akik ide jöttek vendégség, hogy egyáltalán gondolkodsz rajta, hogy milyen dolgokat kellene megoldanom? Én így gondolkodtam, hogy milyen kocsiban ülni, hogy ne, ugye én is láttam ilyen kocsikat, hogy ki van téve az ablakára, hogy a tolószékes, és akkor így gondolkoztam, hogy milyen így kocsit vezetni, hogy hogy tudja nyomni a gázt, a féket. Most már megtudtad a válaszokat? Igen, megtudtam. Hasonló program a Várkonyi iskolában is várta a gyerekeket, ott minden testnevelés óra most érzékenyítő foglalkozásokkal telt. Meghosszabbítaná a parlament a háborús veszélyhelyzetet, az erről szóló törvényjavaslat tervezet már meg is jelent, rövid híreink következnek. A kormány.hu-ra került fel az a törvényjavaslat tervezet, amelyet az igazságügyi minisztérium jegyez, és amely alapján a parlament felhatalmazhatná a kormányt a háborús veszélyhelyzet 180 napos meghosszabbítására, vagyis november 19-ig. Annak biztosítása véget, hogy az ország mielőbb maga mögött hagyja a háború káros következményeit, a kormány a veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítására tesz javaslatot. Így indokolják a különleges jogrend a háborús veszélyhelyzet újabb fél éves meghosszabbítását. A kormány javaslatára az országgyűlés kétharmados többsége dönt majd a hosszabbításról a jövő hét hétfőn kezdődő tavaszi ülésszakban. A víz- és csatornadíjak emelkedése miatt jelentős áremelés várható idén az ország legtöbb fürdőjében. Egyes hazai létesítményeknek akár több 10 milliós pluszköltséggel is számolniuk kell. A Magyar Fürdőszövetség várakozása szerint 15-20%-os drágulás is elképzelhető a belépő jegyek esetében. Ennek oka, hogy az év elején a nem lakossági fogyasztók számára a vízdíjak a duplájára, a csatornadíjak pedig a 2,5-szeresére, vagy akár a 3-szorosára is emelkedhetnek.
Újra kedvezményes áron vásárolhatnak telket fiatal párok a Szellő utcában meghirdetett ingatlanok esetében, ugyanis azon magánszemélyek pályázók részére, akik a családi otthon teremtési támogatás alapján az ingatlanra új lakást szeretnének építeni. Szegléd város önkormányzata 50%-os árkedvezményt biztosít az ingatlanok vételárából. A részletes kiírás a város és a Várva Kft. Hivatalos weboldalán is megtalálható. Február 25-én lesz a kommunizmus áldozatainak emléknapja, a városi megemlékezést holnap tartják. Délelőtt 10 órára várják az emlékezőket a Városháza dísztermébe. A kommunista diktatúra áldozatairól minden évben megemlékezik Cegléd is. Az emléknap alkalmából tartott esemény holnap pénteken lesz. Délelőtt 10 órára várják az emlékezőket a Városháza dísztermébe. Köszöntőt dr. Csáki András polgármester mond. Majd rendkívüli történelem óra kezdődik a szocialista rendszer jellemzőiről dr. Gulyás Martin történész előadásában. Ezt követi a Török János Református Oktatási Központ diákjainak műsora. Novemberben lesz 100 éve, hogy megnyitotta a Cegvédi Városi Könyvtár. A jubileum apropóján szeretnének minél több fellelhető dokumentumot összegyűjteni, ami a könyvtárral kapcsolatos. Felhívást tettek hát közzé, hogy várják a könyvtár bármelyik részlegéről, vagy bármely eseményéről készült, akár papíralapú, akár digitális fényképeket. Április 15-éig szeretnének minél többet összegyűjteni. Hamarosan 100. születésnapját ünnepli a Városi Könyvtár. Nem az az épület, illetve épületek, amit most is ismerünk, de magát a gyűjteményt akkor hozták létre. Jeles évforduló közelek tehát. 1924. novemberében nyílt meg Cegléden az első könyvtár. Hát akkor még csak egy szobányi anyag volt igazándiból, a mai Városháza egyik kis termében, szobácskájában, ha lehet azt mondani. És hát azóta azt gondolom, hogy nagyon sokat változott, és nagyon sokat fejlődött az elmúlt 100 évben a könyvtár, és ezt szeretnénk megmutatni, hogy mi minden történt itt az elmúlt 100 évben. Persze a kezdetekre már nagyon nehéz nem csak visszaemlékezni, hiszen nincs, aki visszaemlékezzen, hanem sajnos a dokumentáció is nagyon-nagyon kevés a kezdeti időkről. Ennek ellenére elhatározták, nem csak egy napot szentelnek az évfordulónak, hanem egy egész évet. A jubileumi év novemberben kezdődik majd, és 2025 novemberéig tart. Számtalan apróbb és nagyobb programmal, amelyek a remények szerint az egész várost emlékeztetni fogják arra, hogy bizony van Ceglédnek egy 100 éves könyvtára. És hát az a felhívás, amit közzétettünk, az ehhez a jubileumhoz kapcsolódik, méghozzá szeretnénk azért mégiscsak a felelhető dokumentumokat, itt jelen esetben a fotókat, fényképeket összegyűjtögetni, ami csak lehetséges, és amit behoznak majd hozzánk, és ami természetesen a könyvtárral kapcsolatos. Akár úgy, hogy a könyvtár előtt fotózkodott valaki, akár úgy, hogy eljött valamilyen programra, rendezvényre, itt volt, esetleg az előadóval készült közös kép. Tehát minden olyan fotót várnak, amely valamilyen módon kapcsolódik a könyvtárhoz. Nem csak az épületre kell gondolni, és nem is egyre. Hiszen most is két szép épületben lakik a könyvtár. És volt ebben a városban az Újvároson is fiók könyvtár, és sokan emlékeznek még a bibliobuszra, a mozgó könyvtárra is. Ezekről, ezekben vagy ezek mellett készült fotókat is várnak. Papír alapon is várjuk ezeket, nem tartjuk magunknál, természetesen visszaadjuk a tulajdonosnak, csak szeretnénk megfelelő módon digitalizálni és felhasználni, illetve ha már eleve digitális a fotó, akkor azt is nyugodtan beküldhetik hozzánk a megadott címre. Az a tervünk, hogy ebből összeállítunk egy fotókönyvet, egy fotóalbumot, illetve egy kiállítást is szeretnénk majd itt a központi könyvtár a fotókból összeállítani. Ha tehát valakinek birtokában van olyan papíralapú fénykép, amely a könyvtár bármelyik részlegét ábrázolja, vagy a könyvtár egykori eseményén készült, kérik, vigyék be hozzájuk digitalizálásra. Természetesen digitális képet is szívesen fogadnak. A helyismeret kukac.könyvtárcegled.hu címre küldhetik, legkésőbb április 15-éig. Tartsanak velünk a híradó után, és hiszen kezdődik a háttér, melyben Miklosovics László grafikus művész lesz a vendégem. Nem csak szombaton záruló kiállításáról, hanem ceglédi kötődéséről, ceglédi emlékeiről is beszélgetek vele. Sírekkel pedig holnap is várjuk Önöket, addig is viszontlátásra, további szép estét, jó pihenést kívánok!